Vannak, akik a vízparton vagy strandon inkább pihennek, de sokan állnak sorban a csúszdára várva a szórakozás kedvéért is. Az élményelemek a kiépített fürdők és a természetes vizek megszokott tartozékai, használatuk azonban fokozott veszéllyel járhat. A felhasználók testi épsége érdekében a fogyasztóvédelmi hatóság az eszközök biztonságos használatát ellenőrzi. Azt vizsgálják, hogy a szerkezeti kialakításuk, stabilitásuk, karbantartásuk megfelele a biztonsági követelményeknek. Az akvaparkok és strandok ellenőrzése jó eredménnyel zárult. Az akvaparkok ellenőrzése lezárult, ugye május közepétől július közepéig tartottak az akvaparkok, strandok ellenőrzése. Egy 173 ilyen helyszínt tudtak ellenőrizni a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai, és mindössze 33 helyszínen volt valamilyen hiányosság. Ez a 945 országosan ellenőrzött eszköz 13%-át jelenti. Ami kiemelendő egyébként, hogy volt két olyan megye, illetve a főváros, ahol nem került kifogásolásra akvapark, illetve strand. A hatóság munkatársai azokat a dokumentumokat vizsgálják, amelyek tanúsítják az eszközök rendeltetésszerű és biztonságos használatát. Amit a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőriz, az pedig elsősorban a dokumentáció, tehát ezeken a strandokon, akvaparkokban a vízi élményeszközöket, amelyek a vízi csúszdák, vízi ösvények, kötélpályák, víziugrálóvárak, vagy akár a vízi biciklik is, nem úgymond fizikailag ellenőrzik a hatóság kollégái, hanem elsősorban a dokumentációt nézik. A legfontosabb a megfelelőségi tanúsítvány, amely azt jelenti, hogy kijelölt tanúsító szervezetek vannak arra vonatkozóan, hogy biztonságosság szempontjából bevizsgálják az egyes eszközöket, tehát hogy a használatuk nem veszélyes, nem kockázatos. Amint ezt megállapítják, kiadják a tanúsító szervezetek a megfelelőségi tanúsítványt, és ugye ennek a meglétét nézi a fogyasztóvédelmi hatóság. Az akvaparkok és strandok mellett eddig országszerte 37 kalandparkban összesen 163 eszközt ellenőriztek. A szezon végéig folytatódó vizsgálat részeredménye szerint a kötélpályák, kötélcsúszdák, függőhidak és mászófalak 11%-a nem felelt meg az előírásoknak. A lejárt megfelelőségi tanúsítványok miatt 5 kalandparkban 7 pálya használatát tiltották meg átmenetileg. Teljes kalandparkot idén sem kellett bezárni. A szakemberek a gyermektáborok ellenőrzését őszig folytatják.